A Mi Hazánk Mozgalom elfogadhatatlannak tartja, hogy a hazai nemzeti oldal területfoglalási engedély kérelmeit mind elutasította a rendőrség, ezzel gátolva a kitörés hőseire való megemlékezést. Viszont felvonulásos tüntetést engedélyezett a terror szervezetekkel együttműködő antifasiszta csőcseléknek. Február 2-án arról értesülhettünk, hogy február 8 és 12-e között fokozott ellenőrzést tart a rendőrség Budapest teljes területén. Ez időszak alatt igazoltatásokra, csomag és gépjármű ellenőrzésekre számíthatunk. Aki nem tudja, mit jelent a becsület napja, annak sejtelme sincs arról, hogy a razzia a kitörés évfordulója miatt történik. Tavaly az antifasiszták, akik ilyenkor nemzetközi társszervezeteiktől is toboroznak kommunista lelkületű tettestársakat, a kitörés túrára készülő személyekre támadtak Budapest több területén. A mi hazánk már tavaly kezdeményezte az országgyűlésben az antifasiszta szervezetek terror szervezetté nyilvánítását Magyarországon, de a kormány a baloldallal karültve söpörte le javaslatunkat az asztalról. A nemzeti oldal 2023-ban a városból kiszorulva erdős területen található katonasíroknál emlékezett meg azokra a német és magyar hősökre, akik a vörös veszedelemtől védelmezték hazánkat és által Európát. Hiába rendelkeztek előzetes engedéllyel, később mégis bíróság elé kellett állnia az esemény egyik főszervezőjének. A 2024-es évforduló alkalmából megemlékezni kívánók területfoglalási engedélykérelmeit sorra utasította el a rendőrség. Decemberben én magam is beadtam egy kérelmet. A rendezvényem célja megemlékezés a Budapestet védelmező katonákra és az életét vesztett civil lakosságra. A túrázók biztonságát kívántuk garantálni az ellentüntetők jelenléte helyett, a túrázókat bíztattuk volna a sikeres 25 vagy 60 km megtételére a budai hegyekben. A rendőrség ezt a bejelentést is túl veszélyesnek ítélte, de mint láthatjuk, a terrorszervezetekkel együttműködő antifasisztáknak vonulásos tüntetést engedélyezett. A mi hazánk mozgalom álláspontja szerint a kormány és a rendőrség felelőssége – ha bármilyen rendbontás történik a következő napokban. Budapest közbiztonságát azzal lehetett volna leginkább garantálni, ha engedélyezik a korábbi években is fegyelmezett keretek között zajló megemlékezést. A mi azánk továbbra is az antifasiszta szervezetek terrorszervezeté nyilvánítását sürgeti Magyarországon, és ezzel létezésük betiltását hazánkban. A mi azánk mozgalom Budapest bátor védelmezőire, a kitörés hőseire, büszkén emlékezik 2024-ben is. A dicsőség a hősöknek!